Folytatódik a FEM3 Café. Sokszülő titulálja a gyermekét lúdtalpasnak, azonban gyakran előfordul, hogy összekeverjük a gyerekkori talpi zsírpárnákkal. Vendégünk a témában dr. Magyar Mártyás, ortopéd, traumatológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok! Tegyük rendbe először a dolgokat, mikor beszélünk lúdtalpról, mi ez a lúdtalp? Akkor már gágóban ez a folyamat. Igen. A lúdtalp az alapvetően... Igen. A lúdtalp alapvetően ugye a talpnak van egy boltozati rendszer, egy hosszanti boltozat, ami hátulról előre fele nyúlik, és egy keresztboltozat, vagy egy harántboltozat, ami pedig ugye nyilván a két oldalt köti össze, és hogyha ez egy bizonyos szint alá csökken, akkor beszélünk boltozat süllyedésről, vagy attól függően, hogy hosszanti vagy harántboltozat, annak a süllyedéséről, és ezt hívja a köznyelv lúdtalpnak. A talpi zsírpárna az egy teljesen normális, úgymond fiziológiás valami, ami születéskor van a talpon, és alapvetően ahogy növünk, ahogy változik a talpnak a szerkezete, úgy szívódik folyamatosan fel. Tehát az, hogy 2-3 éves korban ez még megvan, és látványosan kilapítja a talpat, az teljesen normális. Ez az, amivel mi szülők össze tudjuk keverni. Így van. Mikor múlik el, mikor megy ez vissza a helyére? De ahogy elkezd járni a gyerkőc, ugye alapvetően elkezdenek az izmok egyre inkább dolgozni, ez a zsírpárna folyamatosan szívódik fel, akkor utána jön a következő probléma, hogy a gyereknek X-lába van, illetve bocsánat, a gyereknek először O-lába van, igen. Aztán utána be-X-esedik, tehát alapvetően ezek ilyen élet, vagy egy korral függő sajátságok. Körülbelül a serdülőkor végére áll be a végleges láb, tehát hogyha a serdülőkor végén is egy nagyon komoly lúdtalpról beszélünk, az a definitív lúdtalp. Nyilván nem biztos, hogy ezt meg kell várni, tehát vannak előtte már különböző fázisok, lehet tornával, betéttel, műtéttel korrigálni ezeket. Nincs egy aranyszabály, hogy melyikre melyik a jó. Tehát nincs az, hogy mindenkinek gyógytornáznia kell, mindenkinek műteni kéne, mindenkinek betétet kell hordani. Ezt műtik is? Van olyan, hogy műteni kell, igen. Főleg amikor a belboka beeséssel van párosulva, az egy viszonylag, nem is az, hogy komolyabb kórkép, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogyha egy súlyos belboka beesés van, egy komolyabb lúdtalppal, arra egy nagyon jó, és tényleg azt mondom, hogy humánus, már amennyire egy műtét humánus lehet, műtéti eljárás van, amikor gyakorlatilag egy csavart csavarunk be az egyik sarokcsontba, ami alapvetően az idegrendszernek ad egy jelzés, hogy kellene magát tartani. Tehát ez a csavar nem marad benne örök ideig, nem úgy működik, hogy amikor rosszul terhel a gyerek, akkor fájdalmat vált ki, és nagyon-nagyon jó az eredménye. Tehát megtanítja gyakorlatilag a helyes évet. De emlékezteti az idegrendszert, hogy kell tartani a lábat. A lúdtalpnak, mint olyannak lehetnek olyan mellékhatásai, ami mondjuk kellemetlen? Csak olyan mellékhatásai vannak. Tehát gerincfájdalom, hátfájdalom, igen. Lehet vele élni mondjuk egy életet, nem? Azon kívül, hogy félretapossa valaki a cipőt, azon kívül mi? Na pontosan, igen. A cipőn kívül azért alapvetően okozhat ez még problémát. Ugye vannak különböző sarkantyú problémák, amikor az embereknek a sarokcsontja a talpi részen elkezd fájni. Ez összefüggésben lehet ezzel. Csípő, illetve derékpanaszok nagyon nagy részt összefüggésben van a kezet. Tehát alapvetően, ugye, hogyha megnézzük, hogy a talpnak ez a boltozata, ez valahol egy rugó, egy lengés csillapító szerepet tölt be, és ezt kivesszük a rendszerből, akkor az a funkció, az valahol hiányozni fog, tehát valamit túl fog terhelni. Az első ilyen akadály, az első ilyen lépcső a szervezetben az a gerinc lesz, tehát a derék szakasz, hogy alapvetően azt tudja ilyenkor megterhelni, és olyan panaszokat tud kiváltani. Az jellemző, hogy nem tudnak sokáig állni az ilyen emberek egy helyben, mert elkezd fájni a dereket, és nem biztos, hogy a derekával van a probléma, hanem elképzelhető, hogy a talboldozata nem stimmel. És még a gyakoribb az, hogy ez a hosszú ív esik be, vagy pedig, hogy ez a kis keresztív, ami ott a lábujjak mögött? A keresztív magában nagyon-nagyon ritkán esik be, tehát alapvetően a hosszanti esik be, és mellette még a haránt is. Ez a boka beesés, ez a boka süllyedés a hétköznapi nyelven? Igen. Uh-huh. Mert hogy én így ismerem, csak ezért. Aha. Igen, igen. Ezek többen így élhet az emberek fejében. Lúdtalp és a bokasüllyedés. És hogyha mondjuk nem műtét, tehát hogy nem ennyire drasztikusan, akkor mit lehet belőle? A műtét ez egy nagyon végső eset. Talán csak mondom a lehetőséget. Itt azt próbáltam volna elmondani, hogy nincsen aranyszabály, meg nincs az, hogy na ez a jó módszer a lúdtalpra, mert mindenkit egyénileg kell megnézni, hogy mi a megfelelő. Oké, de hogy mit lehet kezdeni? Betenni valami betétet? Vagy igen, hát a betét, nagyon sokféle betét van. Ugye most már alapvetően azok a betétek vannak szerencsére elterjedve, amik a lábra vannak tervezve, nem pedig egy ilyen sablonbetét, hogy na így néz ki a normális lábszerkezet, vagy lábboltozat, és akkor mindenki ezt hordja, hanem egyedileg készítetjük ezt el. Aha. És emellett nyilván szerencsés kiegészíteni gyógytornával, a talpizmoknak, lábszerizmoknak az erősítésével, fölszabadításával, tehát mondjuk ilyen 16-18 éves korban már van úgy, hogy le vannak tapadva izmok, és azért nem tudja a lábboltozatot korrigálni a szervezet. A túlsúlyos gyerekek esetében sokkal inkább előfordul ez a probléma? Igen. Nyilván minél nagyobb arányú ez a túlsúly, annál inkább. Ugye
pluszban terheli a láboldozatot, és az izomzat nem fejlődik vele. Plusz, ugye azt sokan eltévezték, hogy nem csak az izomzat szabja meg a láboldozatnak a formáját, hanem a szalagrendszer is, meg a szalagoknak a lazasága, tehát ebben van genetika, különböző statikai problémák, tehát ez egy viszonylag összetett probléma, azért nincsen egy sablon megoldásra. Mindenkit egyénileg kell kezelni. Hát akkor ezzel hívhatják Önt ma délelőtt, ugye? Telefonszámot tudod fejből? 515-93-99-es telefonszámot. Igen, és 30-as az eleje. Így van. Szakértőnk visszatér, és elmondja, hogy milyen kérdések érkeztek. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.